Nekik már sipérc innen. Vizi, bazi, gyere. Most te is beleszólsz, a kutya el fogja vinni a kertvédjébe ezt az egész üzét. Egyen csak, közben megy a felvétel. Hát mit akarsz? Azt akarsz, de, nem? De sajnos nem ezt akarsz. De jó, de finom, ez kell, ugye? Kaja kell. Ez az. Várjál, kell egy késik. Bocsuk ki. Ne, műanyagot egyen már itt. Várjál. Józsia, ízlőt, te. Ez nem kell nekem az esetben. Jobban, majd jöjjenek mire. Gyere ide makaróni. Ezek tényleg kurva kövérek. Na, hát ez a dolgok. Na, gyere ide. Na, jó, akkor. Pozícióba el. Kalap és feláll és. Hat kutya ide. Hat kutya oda? Hát ide, hogy szopjanak. Szopjanak. Én nem, makaróni. Én nem. Tessék, ez az utolsó. Ez az utolsó lehetőség, hogy elpásztoljuk valakinek ezeket a kutyákat, mert itt van rödanyagokon, és eddig sem vagyunk anyagilag kibaszott jó helyzetben, de... Hoztunk neked kaját. Hosszág, de várja, hagyd egyen rajta minden kutya. Előbb-utóbb rámenjen, hogyha gyere ide makaróni. Így nem, és húzd ki magad. Legjobb technikája van, legjobb operatőre, és most, na. Ja, most, legyen magad. Én szeretem, hogy a fordomat leharapnál. De problémád. Tudod, miért ilyen a bőröd az arcodon? Nyalogatja. A kutya? Há, persze. Nem nyalogatja meg, nézd meg, nem nyalogatja. Jaj, de csináld már. Hányszor kell még téged mindig lekezelni? Holnapra meg gyógyul, egyre rosszabb lesz, hogy ez valamitán. Ezek meg menjenek már el. Ne, maradj meg. Kép kell, az, hogy legyen hat kutya és hosszúkás tévé. Valami miatt... Megvan mind a hat. Megvan, persze. Édi, akar neked, Édi. Összetéveszed őket a Kleopátrával, aki mondjuk szavátaiba fürdött, nem ilyen szakadt, ilyen zacskos törben, itt nem olyan. Hát, kenyér, szalonna, lecsókolvász. Na de ide figyelj, de hely most. Trapista sajt. Vettünk neked mindent. Sőt, azt nem vettem. Jó. Hát itt leszek, amíg megisztel semmire. A pásztorok így tették bele a zsírt, utána betyárkocsmákban történő verekedés után azok a betyárkocsmák eltörtek. Tegnap majdnem meghaltam, vagy tegnap délután 5-6 óra körül. Majdnem meghaltam. De a halál barátom késett.
Ennek a vérkezé valamit, fiam? Mert én vagyok a... Eddig életemben csak vétkeztem. Akkor bocsájt meg. Ittam asszonyokat. És még most lehet, hogy ilyen vagyok, de még egy gombát is találtam volna. Vigyázz a fejed! Ez nem gomb, egy levél, bocsánat. Tévedelmező dolog. A fejem az... Egy van. Ne felejtsd el, hogy itt van Lucifer. Hát ne vagy nézzek én, mint Lucifer, mit nem vagyok. Úgy nézzel ki, mint egy unikum a reklám. Hívva, hogy unikum légy! De viszont... Nem egy rossz folyat. De nézd meg, milyen szépen sül. Hogy illik? A szilveszteri ételem. Tudod, egy krampus. A szilveszteri ételem az a következőből áll. Az elő tud idézni olyasmit, majd mások. Először jön egy motorbaleset, másodszor a mentősök által elvett pipa, amiről most rá fog még ütölni. Egy figyelmeztetés. Az te utolsó szóljogál. Hát egyébként a halál nem szokott utolsó szavat mondani. Most akkor vedd. Na holnap lekasszálom az egész kérdését, ahol egy a bérkemben. Igen, hozzá inkább egy kis sört, és ne a kacálásra törődj. Egy vagy. Ez a húcsot vigyázz. Sanyi, gyere ide a kaszával, és a kasza hegyével keverd meg ezt a lófaszt, ami... Mindegy, el van maga. Az ördög nem az. Tegyél már el valami csapadékot. Vagy virradékot. Most jön az eső az égből. Halál, túljárta az eszedem. Mindig kerülgesz. Nem kinyérmed senki. És asszonybőrbe bújsz. Az utolsó utas. De jó kedve van, meg valami ez. Na. Mondom, hogy begyulladt, érted most. Hát, nézd meg egy enyhén, igen, ebben a vízben, mindjárt készenem. Hát, úgyse hiszik el nekünk a gyerekba. Ja. Majd... Elfagod. Ugyanis, ha így meditálunk ebben ördögös kérdésekben, föl tudok sorolni belőle egy tucat. Lucifer, aki... és nem vagyok ördögűző, aki annak idején... Nem vagy ördögűző, bazeg, te vagy maga az ördög. Igen. Végül is nagyon azok vagyunk, bizonyos átvét értelemben. Ugye nem látok a pipától, úgy tedd már félre kisé, balra, így van. Úgyhogy valójában így van. Ha, thank you. Utoljára kötöttem ördögkel barátságot. Igen, sajnos a maradék fogaimból kifolyólag nem bírom elropogtatni. Inkább el sem égézek rajta, és elolvad a szájpadláson között. Most lobban, de az a tűz, hogy egy bárány meg lehetne sütni belőle. Mi nélkül aztán? Engem majdnem eltettél lábbalba. De szépen, üljünk már ide le. Árkémezve, mi az? De akkor hozok egy sört, jó? Megjátjuk ördög? Már éppen ideje. Önre megjátjuk a sört. Már éppen ideje, párkérozzam már ide. A krampusz itt van. Kérem szépen, önnel szembe egy olyan kitűnő ember van itt a polgármesteri hivatal vezetőjének. Tisztelettel, aki rányomja a bélyegét, hogy
Vörösvár egy semmi. Én, aki tapasztalok ilyesmit, hogy itt minden utca, minden gyönyörű szép. A közbiztonság szinte kitűnő. Plusz, hogy jönnek ide átutazók, azok nem ide tartoznak. De várja, hol a kaszát? A kaszát ezt betettem a helyére. Teljesen tanácsadalul, ráteszem ezt a... Először megyek hátra. A újévi slambucnak a receptje a következőképpen néz ki. Először is, mint a régi pásztorok, ez sajnos nem pulikutya, az a pulikutyával kinyaladták a borrácsot. Ha marad benne valami, kicsit, sajnos pásztorok sem voltak sok, jobban lencsét teszünk rá. A pásztorok nagyon boldogan használtak a lencsét. És soha ne felejtsed el, fiam. Szerintem nem szólt senki, hogy ne felejtsd. Most soha nem késsel. Hát te már elkésztel. Na várjál, egy valami kell. De soha nem késsel. Megpirított lemben stészen. Szerintem krumplit légy szíves, ámoz. Lehetek így? Mi odé van, hogy jön? Meg kellene jelenned. Jöhetem, nem szóval. Jó, jó, van. Megyünk Újvidékre, haver. Remélhetőleg is a gyerek. A kedvenc írom a Hangos Béla, most ennek. Se tudom, mi lesz a gyújtvéke. De tedd már bele, hogy legyen ott a... Most a szívből igazán, nem? Ugyanis a végén jól néz ki az anyag. Az üstes, bazzek, hogy korrába tartson medünk. De lehet, hogy ezt a Jóisten így teremtette. De kérlek szépen. Kezdtél a kasszával. Inkább még a... De a kasszával meghámozni, ha van annyi ügyességed, a kasszával hámoz meg a tom. Ez nem beletesz. De, ne hullatjuk el. A pásztor... Csak öncseppeket. A pásztor az nem eszi, ugyebár... Én a pásztorok királya, igen. Legeltetem nyájam, legyen. De most ezt a, ott a kaszával pucolt meg a krumplit és vársz. De figyelj, ez a kaszával... Darabokra! Véget most, innen kezdődik el. Hova véget most? Kamerba. A kurva létek. Na, most pucolt már. Igen. Ördög! Nem alszik. Ha nem, hogy nem alszik, kasszás a kurva lélekére, ezen van.
De egy lesz a jöttetem a kasszakra. Sütkrumplit csinálunk ebből a hülyeségből. Na, nem csinálunk sütkrumplit. Légy szíves, put. Hogy idézem a többi? Na jó, de próbáld meg kucolni, bánd melyel. Hát hiába szólok a készülés, nem fogad szólva. Egyébként úgy szeretnék. Igen, valamikor, amikor rég. Nem, káromkor. Akkor légy szíves, ha kést ad nekem ide. A gyunalmas perceimben az... Az ördög mindig a kivezető és a sumák dolgot választja. Jó barát. Nem vagyok jó barátod, Balvej. Látod, hogy ott kell... De az ördög említettem, hogy nem alszik. Nagyon nehéz az utolsó métereket megtenni. Egyszerűen azért, mert a kaszás én vagyok. És akit kiválasztok magamnak... És miért engem választottál kéte? De ha nem... Most várjál. Akkor megosszal még egy darab. Ha jól viselk. Ez egy kicsit kanyargos. Ha nem, akkor sajnos... Ez olyan, mint a Rodernek a szobra gondolkodó ember. Tehát vagyok, igen. Jó, nem ma találkozik. A burgonya puszol. Nem várjál most én? Inkább ez, mint a betegsége. Élva. Mert ebből élünk, átvitt értelemben. Lesz. Aztán rájött, hogy jobb a békesség. Ez így legyen. És békesség. A szilveszterkor általában... És békesség. Valóban. A lencsét ezt szeretem. Köszönjük. Minden. Na most, hagyd mondjam ezt a vicceket. Álljunk. Nyugodtan nyom bele a fogadat. Hát semmi baj a nagy. Kaptam ez egészen furcsa. Furcsa levelet. A feladó egy Christian Edith nevű fényképész volt, aki szerelmet vallott nekem. Ezt a csajt nem láttam már nagyon régen, de már gondoltam arra, hogy a én nagyon... nem vagyok ravasz ember. De minden esetre kicsit... arra gondoltam, hogy ebből valami baj lesz. A Rizsonális áthívott engem Bülistévre. És találkoztam a halállal. Halálos kaszával jött. Meg egy ilyen furcsa Tünde nevű lányjal, aki de viszont a halál gondolatával, ha valaki megbarátkozik, akkor azt hiszem elég sokat. Én például a Toncsi bácsit nagyon nagy szeretettel ismertem, hogy Pilisszántom, aki abszolút megbarátkozott a halál gondolatával, nem tudom, hogy 80-valány éves korában halt. Úgy nézett ki a feje, mint egy vizslakutyának.
Semmi baj nem volt. A halál közöttünk van. Hát a halál az nincs közöttünk, a halált az okozza az ember. Legyen kicsi. Hát minden esetre ezzel a szemétláddal, kasszással sikerült megbarátkoznom. Úgyhogy lehet, hogy, hogy szóval mindenféle telek spekulánsot elijesztek magamtól, mert... Ez egy új... képes. A barátság és a halál az összefügg. És ha valaki, vagy van egy-két barátja, akire számított így úgy amúgy, akkor ez nem nagyon fog meghalni. A sebek azok... begyógyulnak. Előbb-utóbb. Látod? Ugyanis mindenki beszélő. Ide figyelj, te kasszás! Hogy a sebek azért nem gyógyulnak be soha. Minden az ember sebek. Emlékezik rá, hogy valaki... Igen, ha a visszaemlék, a nosztalgia, az mindenkivel benne van. Nincs semmiféle nosztalgia. Sőt, ez nagyobb, és már aki tud mire emlékezni. Mert ha nem csinál semmit, akkor mire emlékezik? Azt, amit előadnak neki. Sajnos nekem olyan a... agytekervényem, hogy én mindenre emlékszem. Még hát arra... akkor te csoda gyerek vagy, Cibar. Hát... ilyen világ de... még nem született. Ide figyelj, de nem csodálkozom azon, hogy nem kaszált el a kaszádról, amikor megérkeztél, amikor csinálom a legjobb kaját. Igen. Én... de a halál én... is éhes. Minden ember éhes, minden állat éhes, és hogyha egy halálnak nem adnak enni, az... akkor lekasszálja az ember fejét. Megengél? Viszont én óriási, megmondom, miből áll a receptem. A receptem áll, szilveszteri recept, a túlélés receptem. Mindenki lencsét főz. Lencsét főz. Igen. Hogy... érdekes módon, mert hogy azt hiszi, hogy ez jó, nagyon egyszer, fontos. Egyszer hagyományom, de mindig augusztus 23-án főzöm meg a lencsémet. Igen. Hogy legyen szerencsét. Azért a amikor elkezd esni hát az első... ilyen névre hallgat, valójában igaz. De... egyre figyelj, a bujakoros nénéken ez nem volt káromkodás, ugye már. A bujakoros nénéken a... hogy egy halál, aki kasszával jön rám, igen. Hogy lehet, hogy a legjobb barátom lesz? Megmondom miért. Én láttam már egy ilyen amerikai filmet, amiben érted, hogy mindenki meghalt, csak a főszereplő nevé, nem vagyok főszereplő. De ez film volt, nem a valóság. De jó, de ez valóság volt, hogy hát a valóság az, az egészen más. Nyakamat le akartad vágni a kasszával. Képes lennék egyébként. Csak nem volt te olyan, mondtad. És nem volt te olyan. De miért nem vágtad le? Mert úgy határoztam, hogy neked még tovább kell élned. Egy darabig. Egy darabig. Mint nekem is. Ugyanis ilyen emberekre van szükség ebben az országban. Na, ezt a kádári politikát adjuk abba, hogy ez a... ilyen... nem a... ilyen gyerek. Hogy ez nem... tudom, na minden. Hát ide jutottunk. Ide. Ennyi küzdelem után. Hogy? De lehet, hogy a halál... most már zsír sincs, mert kenyésre csak egy hagyba van. És hagyba magamra, így van. Engem az Edith kell rád küldöd a halált, érted? Mondjuk az Edith-ként meg a többieket is, mindegy. Mondjon is neki mélyen. Na jó, ezt vagyok. Hát gondolom én, természetesen. Igen, örök emlék lesz, valójában így igaz. Ezzel a, minek nevezem ezt a
pókhálót, vagy minek a... ami a kókuszon rejtőzködik. Na, na, mehagyja fel. Na. Csak nem tudják, mi címbarák vagyunk, érted, és haverok. Ja. Hát én fel is vettük akkor a... De Józsi, ott ültem a, ezen a vécén, és akkor... Ja, akkor is már így ültem benne a videó, de aztán sikerült egyenlőtt behoznom magamat valamilyen formában. De... így jó. Egyébként szép kér. Azok még a rőzse is ott van. És ha ezt rázomnád, akkor... Hát Józsi, én nagyon szívesen elmegyek a vécéhez. Így jössze, Omar. Nekem mondom. Azt a kérdele. Még jó, hogy nem volt bent senki. Igaz, aki ment volna. Józsi, aki kigúnyolja a vécéket. De hova menjél a szegény ember? Hova? Hova menjél locsolkani, mikor nincs kocsai? De az ülőkér megmaradt. Áj, sorry. Szomorú tekintetek vetek eme helyiségre, ahol szükségre jött néhány szor elkévesztem. Nagyon kellemesen éreztem magam. Akartam csinálni egy filmet. És mind az egész élet. Ez nem az Sanyi, csak ő is kapott volna benne egy szerepet. A híres vécézúzó, ami arról szólt volna, hogy a... hogy egy ilyen mindenki összetöri a budikat a vidéki kocsmákban, akik nem valamit ne felejtsünk el. Mert van egy olyan hely, mint ez volt, és lesz. Mert meg a szarnak temetője című ördög. Mert ugyanis akármilyen előkerül, akkor is el kell végeznie azt a dolgát, amit az alaksorban előkerül. Ráülnék. Az Editkével ott veszettem el a fonalat, amikor nem azt mondja, hogy nincs angol vécé. Nem elég, hogy a kellene gyógynövények vesznek körül a... ugye, a családot. És ha szükség úgy adódik, akkor családot töltöm ki a püspökkal. Az az a seggemet magyarában. Ha mondja, hogy jól van. Két szervetekkel lesz. A szarnak temetője. Én nem tudom, a jó Isten miért üldöz engem. A motorkerékpáromat ellopták. Ezt a polgármester, aki nagyon jó barátom, megmondta, hogy előkerítünk, egy markológéppel, és remélem, hogy előkerül, és a budin meg összekült. Erről nem tehetek semmit. Most melyik a nagyobb probléma? A budi vagy a motor? Nekem a motor, mert... Tegyük fel, hogy... Szarni még tudok menni ide a bokor alá is, de... Miért? Motor a nyíltan. Bokor alá, vagy ide-oda a modon. Végül is nem mentünk rá a budi, megvan a... megvan a izé. Itt van Kristály Tisza az ülőket. Szabadtéri budi. Majdnem, hogy kedvet kapok. Szabadtéri budi. Kedvet kapok hozzá, hogy ráüljek a ülőkét. Le kell venni róla a dolgot. Csak éppen nem kell trágyáznom. Ezt azért nem tudom ki építette, de valószínű vörös fenyő lehetett. Sanyikám, szedjük már le róla, hogyha véletlenül nagy szarása ja, van. Ja, unalmas percenyvei. Nem zsúfolt a helyiség. De érdekes módon nem esett bele egyetlen egy annyi a budiban. Ebben a hagyományos úgynevezett illemhelyre, és... Lenne. Még évekig lehetne rajta ülni, csak sajnos a karosszéria nem tudta elviselni az idő viszontosság. Van egy régi szerelmemnél, egy hatalmas igen. Sátra, felhúzom ide, és akkor illemelj az már. Maradjon itt, ahogy várjál.
ezt elveszünk. És mondjam azt, hogy leszorom, hogy lesz az egész. Na mindegy, nálam. Kellett ezért. Nem én ütettem be a fejedet. Így van. Kézzel fogva, mint a jó gyerek. Ezzel a labirintusból csak. Ez a kabát, ez a kabát, nem tudom, hogy az életem, vagy csak ilyen furcsa történelem. Ez a kabát arról szól, mint ez a furcsa háza, vagy ez a kert, ahol élek. Hogy néha mindent megtettem mindenért, és nem sikerült, de én meg nem tettem meg semmiért semmit, és akkor sikerült. A dologból nem tudok semmiféle tanulságot levonni, hanem talán ez a gondozás, mert én már azt hittem, hogy elveszek. És akkor elkezdtem ott valamit keresni, azt hiszem egy hősugárzót, és akkor megtaláltam ezt a kabátot. És annyira megtetszett, hogy ebben fogok egész élen járni, és van egy ilyen írha felszerelés alatt, és szerintem nem fogok látni. Ez a lényeges dolog. Na de a kabát az hogy került hozzá, mert? Hálás tém, a kutya már. A kabát története ez legalább olyan zavaros, hogy én még élek. Nekem megjósolt egy orvos ezelőtt körülbelül 10 éve, hogy 2 évvel meg fogok halni Mázsugorba. És hát tényleg minden erre mutatott, és én ne igyek egy kortyot sem. Ahhoz képest ugyanannyit iszom, mint amennyi jó esik, és most már 54 éves vagyok. 44 éves koromban már a temetőbe kellett volna lennem. De, mint ez a kabát, ez most egy kicsit bekenjük olajjal, ahogy bekeltem az előbb. Ez a kabát, ez még ebben fog járni, mert én babonás vagyok. Még a kabát megtalálását azt nem ismerem. Vagyis nem ismertettem meg a Józsival. A helyzet a következő. Az ecseri piacon elméletileg ebben a szőlőben elaludna a gyufa. De nem alszik. Mikor ott volna csinálni, nem alszik. Mit tudom, hogy miért? Ez a kabát olyan, mint ez a ház, ahol belkülönt lakom. Mert egyszerű piacon voltunk, és még valamennyi pénzünk is volt, és oda jött hozzám egy fazon, egy ilyen alacsonyabb, amikor az amerikai nagykövetség előtt gubera. És ott mondom, hogy lustra hazacipelni ezt a kabátot, mert nem tudta eladni, nekem adta. Nem hiszel senki. Hát mondom, én is lustra vagyok hazacipelni, adjám el békét. De onnan 2-500 forintos, hát ez úgyhogy akkor nagy lóvé volt. Itt van haver, vitt haza taxival.
ez a történet. A ház története meg ez a fűszva, ahol áll a kabát. A szüleimnek nem tetszettem, de viszont abban a pillanatban, hogy meglátták ezt a szomorú fűszvát, adtak kölcsön rögtön 10 000 forintot. Én ezt odaadtam a ház tulajdonosának, nagyon boldog volt, és utána részletekben kifizettem ezt a dolgot, de ez a kabát, ezt ingyen kaptam, hogy taxira pénzt nem kaptam. A történet vége. A történet budiba kezdődött. A történet egy budiba kezdődött, és egy összedúlt budiba köszönt. Minden összetörik.